wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow, and the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you this: if you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just Sziasztok, én Julcsi vagyok, és ebben a videóban újra tovább folytatjuk a hangolódást az őszre, ugyanis most egy néhány nappal ezelőtt olvastam el egy nagyon-nagyon klassz e-bookot, amiről szeretnék nektek mesélni egy picit, és a készítőkről is, mert hogy nagyon, nagyon megihletett engem, és még jobban hozzásegített ahhoz, hogy a lelkembe megérkezzen az ősz. Egy kicsit az időjárástól függetlenül, mert én szeretem kihasználni a szeptember, október, novembert az őszre, főleg, hogy november az már inkább karácsonyra hangolódás, úgyhogy határozottan ősz van már a lelkemben, és ehhez nagyon sokban hozzájárult a The City Fairies-nek a munkássága, akiket követhettek Instagramon is, egyébként viszont van egy nagyon-nagyon klassz honlapjuk. Ez egy közösség, ami spirituális, de közben vagy is nagyon befogadó. Nagyon-nagyon szeretem azt, amit csinálnak, én általuk kezdtem el jobban érdeklődni és nyitni a hold fázisok felé, és minden ilyen hasonló dolog felé, ami hatással lehet az életünkre, és nagyon-nagyon szeretem, amit csinálnak, és ahogy csinálják, úgyhogy már csak Instagramon is érdemes követni őket. Viszont ebben a mostani, egyébként rendszeresen adnak ki ilyen hold harmónia e-bookokat, és ez a mostani, ez az őszi napi egyenlőségről szól, ilyenkor benne van az aktuális új hold és az aktuális teli hold is, hogy éppen arról mit lehet tudni, és hogy lehet hozzá kapcsolódni, miket érdemes csinálni. És ez a mostani, igaz, hogy már túl vagyunk egyébként az új holdon és a teli holdon is szeptemberben, de ettől függetlenül egy csomó nagyon jó ilyen ősz köszöntő, őszváró tipp van benne, meg érdekes info, és tényleg nagyon meg tudja ihletni az embert, úgyhogy mindenképp ajánlom, linkálni fogom ezeket a dolgokat a leírásba. Olyan dolgokat fogok csinálni ma, egyébként szombat van, remélhetőleg holnap látjátok ezt a videót, úgyhogy határozottan egy ilyen hétvégi őszre hangolódós program lesz a mai, amit talán ti is tudtok megcsinálni otthon, vagy nyilván a saját képetekre formálni, és azért is akartam
őket vagy róluk mesélni, mert ugyan amiket csinálni fogok, azokat amúgy is szoktam ilyenkor, de nagyon meghozták hozzá a kedvem, és egyébként is szerintem tök jó, ha tudtok róluk, mert tényleg nagyon szeretem, amit csinálnak. Úgyhogy innen is nagyon köszönöm nektek, Brigi és Zsuzsi, hogy ezt az egészet csináljátok ilyen lelkesen, és segítetek nekünk ilyen dolgokban is. Ja, és lesz majd egy októberi e-bookjuk is egyébként, amit én nagyon várok, nem csak azért, mert ez a szülőnapom, de tudom, hogy tovább folytatódik ez az egész, és nagyon jól tudok kapcsolódni általuk, akár a holdhoz, akár a földhöz, a természethez, egy csomó mindenhez, ehhez az ébredő spiritualitáshoz, ami bennem van, de nagyon sok tök jó praktikus gondolat és tipp és tanács is van benne, úgyhogy tényleg ajánlom őket. A csoda nyugis délelőttöm után az első dolog, amit muszáj megtennem, ha látnátok, mi van a kamera túloldalán, az a gardróbnak a rendszerezése, ami nem biztos, hogy most fogok szelektálni, de az biztos, hogy mindent ki kell szednem onnan, mert már rég nem behajtogatva vannak a dolgok, hanem begyűrve, és a hosszú nyári ruháim rálognak a fiókokra, nem férnek el a dolgok, mert hogy kint van még minden, amit nyáron hordtam, de már itt van néhány pulóver is, úgyhogy most az lesz, hogy mindent kiszedek, szépen összehajtogatom, és el fogom rakni az ilyen kifejezetten nagyon nyári ruháimat, azért nem mindent, mert még vannak napok, amikor 20 akárhány fok van, de az biztos, hogy a pulóvereimre viszont már szükségem van, úgyhogy ezt fogom először is megtenni, mert tényleg nagyon időszerű. És valamit nézni fogok hozzá, még nem tudom pontosan, hogy mit. Meglátjuk, hogy csak berakok valami sorozatot. Nagyon szeretnék később filmezni. Nálam ilyenkor jön el úgy igazán a 90-es évek mániám. A 90-es évek romantikus filmjei nekem ősz a lelkemben, úgyhogy valószínűleg arra is sor fogok keríteni, de szerintem most csak valamit berakok a háttérbe a pakoláshoz, hajtogatáshoz, a rendszerezéshez. Amint láthatjátok, abszolút nem vicceltem a kupival. De most először nagyobb kupit csinálunk, és aztán utána szép lassan rendet. Look out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel. Cause she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. Cause I hope that I'm not showing her how I feel for her. But she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I have to try, try to let her go, because she won't be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. But she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na na, never know, na na. She will never know, na na, never know, na na. She'll never know. It's like she stole my heart without knowing she did. But I guess that it will pass. Yeah, I can't be the only one who got lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go. I know it won't be easy. I wanna hold her close, but I have to try, try as hard as I can. Cause she'll never be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before.
hát ez nagyon jól esett. És ránézni még jobb. Elraktam minden olyan nyári ruhát, amit már biztos nem fogok felvenni idén, illetve bármit, amit úgy gyűrötnek, bármennyire koszosnak tűnt, ezt most így behánytam a fürdőszobába, és majd mindjárt elkezdek mosni, biztos be kell rakni egy pár mosást, viszont elkezdtem nagyon megéhezni, úgyhogy csinálok ebédet, és az a helyzet, hogy egy olyan receptet akartam megcsinálni, amit ebben a Hold Harmónia e-bookban találtam, az egy sütőtökös ragú, elképesztő jól hangzott a hozzávalók meg a leírás alapján, viszont egy kicsit összetettebb annál, mint ami most még beleférne nekem, mert akarok ma még több mindent is csinálni, és nagyon éhes vagyok, úgyhogy egy másik receptet kerestem, szintén sütőtökös nyilvánvalóan, és ez egy tészta, ami egy ilyen sütőtökös, fokhagymás, fetás tészta. Nagyon érdekes a koncepciója, ugyanis a sütőbe, egy ilyen tepsibe kell berakni az édesburgonyát, héjában lévő fokhagymagerezdekkel, és a közepére fetát, és erre kell rakni sót, borsot, kakukkfüvet, azt hiszem, ilyen, mi az, zöld fűszereket, olívaolajat, azt hiszem, hogy az kakukkfű, igen, meg ír még utána spenótot, diót és csilit. Nekem spenótom most nincs itthon, sajnos pedig nagyon sok spenótot eszünk, de most pont elfogyott, viszont van dióm és csilim, és annyira jól hangzanak ezek így együtt. De az a lényeg, hogy a sütőben kell ezt megsütni így, és a tésztát közben megfőzni, és utána úgy összekeverni az egészet, hogy nem kell leturmixolni meg semmi, hanem olyan krémesre fog sülni, főni minden alapanyag, ami így itt benne van, hogy azt itt össze lehet keverni a tésztával, és egy ilyen nagyon, nagyon szép, szép kis végeredmény lesz belőle. Legalábbis nagyon remélem, hogy az enyém is jól fog kinézni, viszont gyorsan megvan, úgyhogy ezt fogom most elkészíteni, és aztán utána pakolászunk tovább. And you ever wonder if days like these last with one another, with the feeling pass, would you find out with me if it all starts to crumble? We'll search the pieces for hope or a mumble. It's not for me to decide if I should be the one by your side. And hope we know when it's better to say goodbye. Az a helyzet, hogy ez a tészta valami egészen fantasztikus, nagyon-nagyon finom lett. Sajnálom, hogy nincs itthon spenót, azt nem tudtam belerakni, de anélkül is elképesztően jó, és tényleg tök egyszerű, alig kell bele valami. Amit nem mondtam, hogy a vizet, amiben a tésztát főzitek, abból érdemes kivenni egy kicsit, mert az segít így krémesebbé tenni a tésztát, hogyha esetleg úgy alakulna a végén, hogy nem elég szaftos krémes, és mindenki a saját ízlése szerint tudja ezt azzal feljavítani. Csodálatos. Ezt most gyorsan megeszem. Nem gyorsan, lassan, nyugiban. És aztán megjövök. If we know what's best for one another.
másik dolog, amihez nagyon megjött a kedvem a héten, képzeljétek el, hogy a néhány barátnőmmel tartottunk egy ilyen művészetterápiás estét, vagyis festegettünk, és Rita közülünk is konkrétan ért is ehhez, úgyhogy ő tudja, hogy mit és hogy kell csinálni a vízfestékkel, és megpróbálta nekünk ezt átadni ott este, és hát elképesztően élveztem. Ez az első geode, vagy hogy hívják ezeket a festményeket, amit próbáltam, és nyilván látszik rajta, hogy ez az első, amit próbáltam, de csak azzal játszani, hogy hogy keverednek a színek, és hogy hogy viselkednek a papíron, hogy állnak össze, hogy folynak szét, ez annyira jó volt elmerülni benne, és annyira nagyon élveztem, hogy nagyon megjött a kedvem ahhoz, hogy kreatívkodjak valamit. Úgyhogy most elő is kaptam néhány ilyen, sajnos vízfestékem nincs, mert egyébként biztos, hogy ezt csinálnám, de fogok venni hozzá olyan néhány olyan alapanyagot, amivel tudok még itthon ezzel játszani. Temperáim vannak, olajfestékeim, csillámjaim, szóval lehet, hogy csak leülök és elkezdek valamit alkotni. Van végtelen sok filcem, úgyhogy akár csak simán rajzolgathatnék is, amit szintén nagyon régen csináltam. Illetve itt vannak ezek a gyönyörűséges makramé fonalaim tavalyról, azt hiszem tavaly vettem őket. Talán emlékeztek, mert akkor volt egy DIY videó ezekkel kapcsolatban, és azért vigyázok rájuk ennyire egyébként, mert hogy ezek elég drága fonalak, és bármit akar csinálni az ember, ahhoz sok kell belőle, ha valami nagyobb díszt akar nyilván, tehát hogy zabálja minden ilyen dekoráció magát a fonalat. De lehet, hogy kicsit inspirálódom Pinteresten, és valamit alkotok vele, pusztán az alkotás kedvéért, nem azért, hogy valami szülessen belőle, úgy igazán csak így az elmerülés ebben az annyira nagyon jó érzés. Úgyhogy azért sem ez egy ilyen, nem egy DIY videó lesz, csak el akartam nektek mesélni, hogy mennyire jó volt festeni, hát ha ti is kipróbálnátok, mert régen tettétek, illetve hogy nekem is nagyon megjött most ehhez a kedvem, megtaláltam ezeket a kis tököket is tavalyról, úgyhogy ezeket majd valahova ki fogom tenni. Viszont amivel még ez az egész kapcsolódik a The City Fairy-hez és ehhez az e-bookhoz, hogy van benne egy kis színpszichológia is, és annyira érdekes volt elolvasni azt is, hogy melyik szín az ilyen őszi klasszikus színek közül, és ami az én kedvenc színeim közé is tartozik, elsősorban a terrakotta, gondolom észrevettétek, hogy mindenünk is kezd terrakotta lenni, és bármi, ami terrakotta színű, az nekem nagyon-nagyon tetszik. Nem tudom, hogy ez mikor, tavaly előtt kezdődött, talán a konyhánkkal, de imádom, nagyon-nagyon szeretem. Nyilván a bézseket, barnákat, fehéreket, ekrű, krém színeket is, és a sárgát is egyébként. És tök érdekes, hogy a piros például, csak egy-kettő, egy kis sneak peeket engedek nektek bepillantani ebbe a tök jó kis összefoglalóba. A narancssárgáról azt írják, hogy az életöröm, az optimizmus, a bátorság, a szórakozásnak a színe, és a buddhizmusban egyébként a megvilágosodás és az alázat színe is, ezért is narancssárga a buddhista szerzeteseknek a ruhája például. Tök érdekes. A piros az bátorság, szerelem, öröm, ünneplés, és a sárga melegség, bölcsesség, boldogság. És van még itt néhány szín, meg még írnak róluk dolgokat, de ezt már nem akarom elárulni. Viszont nagyon, nagyon érdekes ez, és ezek a színösszeállítások nyilván az ősz imádatom miatt, főleg ezek így, egy kis arannyal kiegészítve, nekem bennem olyan nyugodt, otthonos, harmonikus, pozitív, kiegyensúlyozott érzést keltenek, hogy szerintem abszolút nem szabad elhanyagolni azt, hogy tényleg milyen hatással vannak ránk a színek, amik körülvesznek minket itthon, amiket hordunk, amiket látunk rendszeresen. Úgyhogy nagyon-nagyon nagyon szeretem ezeket. És még amit akartam mutatni, azok ezek a kis printek, amit a Sarand Co-tól kaptam ajándékba. Biztos ismeritek őt, hogyha követtek engem egy ideje legalább, mert kaptam tőlük korábban Stars Hallows bögréket, és nagyon-nagyon szeretem, amiket csinál Sára. Linkálni fogom azért az Instagram és a webshop oldalát a leírásba, de ezekkel a kis printekkel is szeretnék majd valamit kezdeni, valahova kitenni őket, de még nem tudom, hogy hol lesz a helyük. Another.
Do you ever wonder Akartam még ma csinálni veletek apple cidert, ugyanis sosem készítettem még ez a meleg alma cider. Nem tudom, szerintem magyarul nincs erre kifejezés, meg ha azt mondjuk, hogy cider, akkor másra gondolunk, az alkoholos italra. De ugye ez is egy ilyen klasszikus, szerintem amerikai őszi recept, és nem tudom, miért nem csináltam még soha. Egyébként nagyon könnyű, és nem kell bele sok minden. Alma, azt mondják, hogy többféle almából különösen finom lesz. Fahéjród, egy narancs, és szegfűszeg, meg valamilyen édesítőszer. És arra gondoltam, hogy mert van itthon egy csomó alma, hogy meg tudom ma csinálni, de nincs itthon narancs, meg fahéjból is csak őrölt fahéjam van. És akkor már, ha elsőre kipróbálom, és egyébként tényleg ilyen egyszerű, akkor rendesen akarom csinálni, úgyhogy majd ma már nem tudok kimenni a boltba, de szerintem holnap ki fogom próbálni. Azt hiszem, hogy annyi a titka még, hogy elég sokáig kell főzni. Alacsony lángon akár ilyen 6-7 órát is, de meg ilyen slow cookerben, mi az? Kukta? Kuktának hívjuk magyarul? De hogy anélkül is lehet egyébként, meg ha magasabb lángon főzi az ember, akkor akár 3 óra, akár 3 óra alatt is készen lehet, szóval ez egy ilyen időigényes, de egyébként nagyon egyszerű recept, és hát az alapanyagok miatt bizony nagyon-nagyon finomnak hangzik, úgyhogy mindenképp ki szeretném próbálni idén ősszel végre. De nem este fogom. Viszont egy dolgot akartam még megcsinálni. Mostanában ténylegesen minden reggel jogázom, ez az első dolgom az arcápolás után. Úgyhogy, mivel ez a sarok, ami itt mögöttem van, majd jobban megmutatom, de tudjátok, hogy nálunk mindig alakulnak a helyiségek, és ez azért van elsősorban, mert hogy stúdiónak is használjuk a különböző helyiségeket, és most például a Skip Intro podcastet, ugye a szétkező asztalunknál szoktuk felvenni, amihez lett két új székünk is a Bonamiról, viszont most az Dávid átvitte a stúdióba, mert ott használta, és az utolsó Skip Intrót már ott vettük fel, úgyhogy itt most maradt két szék, de nincs itt asztal, úgyhogy ez egy ilyen kihasználatlan sarok most éppen jelenleg, és tervezek néhány módosítást itt a nappaliban, csak pici fejlesztéseket, újdonságokat, meg kis átrendezést, de az még nem most lesz. Úgyhogy addig is ideiglenesen arra gondoltam, hogy csinálok ide egy ilyen kis jóga, meditáló, akármilyen a sarkot. Már csak azért is, mert a múltkor Etsy-ről rendeltem egy rám annyira nem jellemző dolgot egyébként, de annyira megtetszett, és úgy el tudtam képzelni egy videóhoz, amit azóta már többször fel akartam venni egy vendéggel, de mindig sajnos újra kellett terveznünk a dolgot. Nem baj, előbb-utóbb meg lesz. Szóval egy ilyen wallhanging, fali poszter, kendő, bászon, fogalmam sincs, hogy minek nevezzem, egy hold van rajta egyébként, és ilyen fekete. Nem tudom, tényleg nagyon beleszerettem, és szerintem jól fog kinézni. Az új háttereknek mindig örülök, hogyha vannak, úgyhogy nem hiszem, hogy mindig fent lesz valahol a falon, de ideiglenesen tök jól tudom majd használni. De most arra gondoltam, hogy ide felrakom mögém, és ide rakom a kis jogaszőnyegemet, meg néhány párnát. Meglátjuk, ez csak ilyen mókázás, igazából. Azt nem tudom, hogy ki kéne elvasalni. Mert egy kicsit lehet, vagy nem. Kivasalom a falon? Kivasalom majd a falon. Stars come to shine when it's dark from so far away. Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. The sky sometimes hides behind the clouds. Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Thank you.
cold. And don't they miss the leash they left behind? Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Until winter comes. Until winter comes. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Én most elköszönök, nagyon köszönöm, hogy velem töltöttétek ezt a mai napot. Ezután már csak teregetni tervezek, és felrakni egy sütőtökös arcmaszkot. A The Body Shopnak van egy új darabja a Superfood kollekcióban, ami pumpkin arcmaszk. Azt írják, hogy ilyen in-shower maszk, tehát hogy zuhanyzás közben kell fent hagyni, de szerintem lezuhanyzom, és utána fogom feltenni. Szeretek mazoban üldögélni és nézni valamit, és aztán átteszem magam holnapra, reggel megvágom nektek ezt a videót, feltöltöm, és valamikor csinálunk Apple Cidert is, megígérem nektek. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és hamarosan találkozunk egy újabb videóban. Sziasztok! It makes me wonder.